A rákos megbetegedések kialakulása egyebek között ahhoz köthető, hogy a várható élettartam egyre hosszabb, de az életmód, a helytelen táplálkozás és a mozgás hiánya is hozzájárul a betegség kialakulásához. Növekszik a világ lakosságának a száma, a várható élettartam egyre hosszabb. Mikor hosszabb életről beszélünk, az immunitás, a védekező rendszer csökken, és egyre nagyobb a lehetősége annak, hogy a daganatos betegségek megjelennek. Tehát mondhatnánk azt, hogy ha más miatt az ember nem halna meg, kardiovaszkuláris és más okok miatt, tehát sokkal nagyobb százalékban haláloznának el az emberek daganatos megbetegedések miatt. És a harmadik dolog pedig a gazdaság és a szociális jelentős fejlődés. A rákos megbetegedés korai felfedezése növeli a gyógyulás esélyét. Szerbiában 3 rákos megbetegedésre van hivatalos szűrővizsgálat. Ezek a vastag bél- és emlőrák szűrése, amit az 50 év feletti korosztálynál végeznek, valamint a méhnyakrák szűrés, amelyet már 25 éves korban megkezdenek. A rákos megbetegedések azonban gyermekeknél is előfordulnak. A gyermekeknél nem lehet szűrni tehát. Gyermekeknél a daganatos betegségek ritka betegségnek számítanak, tehát derültél égből villámcsapás, tehát itt nem tudunk szűrővizsgálatokról beszélni. Fiatal felnőtt korban a szűrővizsgálatokat tudjuk csinálni, és indokoltak nagyon-nagyon speciális esetekben. A fiatalkori szűrővizsgálat elsősorban családi halmozódás esetében indokolt. A családban előforduló rákos megbetegedés azonban nem jelent feltétlenül örökletes hajlamot.